Üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a háborús helyzetről fogunk beszélni. Ukrajna meglépte, amitől Putyin óva intett, ezt írja a Magyar Nemzet, világháború szélén állunk. Már ezt gondolom nem olyan nagy újdonság, senkinek már bizonyára mindenki értesült ezekről a hírekről. Szeretném mégis némiképpen átnézni ezeket, illetve elmondani, hogy mi az, amit én gondolok, mi az, ami várható szerintem, hol tartunk. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A Magyar Nemzet cikke ez, ahogyan mondtam, már bizonyítékok is vannak arra vonatkozóan, hogy az ukrán csapatok amerikai fegyverekkel támadtak Oroszországon belül katonai célpontokat. Az utóbbi időben ugyanis sorra engedélyezték Volodymyr Zelenszky elnök szövetségesei, hogy az ukrán erők nyugati fegyvereket vessenek be a határon túl is, azzal a kockázattal számolva, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bármikor ellencsapást rendelhet el a nyugati országok ellen. Moszkva ugyanis már többször figyelmeztetett, következményei lesznek, ha a nyugati csapatok megjelennek Ukrajnában, vagy nyugati fegyverekkel támadják az orosz katonai létesítményeket. Ugye ma van június 7-e, az események június 6-án kezdődtek, amely a 80. évfordulója a D-Day-nek, vagyis a normandiai partraszállásnak, amely a II. Világháború végének a kezdetét jelentette, legalábbis ami Németországot illeti, illetve az európai részt. Egészen véletlenül 2024, azaz 24-06-06, az 666. Nem akarok foglalkozni már ezen a ponton ennyi év után a számokkal, meg hogy mit jelentenek, hogyan irányítják azok az emberek, akik uralják a világot, ezeket a dolgokat, de ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez csak túl egyértelmű, hogy ez a dátum, ez fontos számukra, jelentős. A Telegraph brit napilap úgy értesült, hogy az Egyesült Államok által szállított HIMARS rakétákat használtak egy légvédelmi rendszer megsemmisítésére az orosz-ukrán határhoz közeli Belgorod város környékén, annak ellenére, hogy Kreml figyelmeztette Washington, végzetes következményei lesznek a határon túli támadásoknak. Most ez már megtörtént. Hogy mégis lesz a végzetes következmény, ez ki fog derülni a közeljövőben, biztos vagyok ebben. Az Egyesült Államok engedélyezte ugyan az amerikai fegyverek bevetését, ám kizárólag akkor, ha a célpontok közvetlen fenyegetést jelentenek az ukrán erőkre, és ez a támadás esetében nem világos, hogy valóban adottak voltak-e a feltételek. Érdekes, persze, nyilván próbálják menteni a mentetőt, meg beállítani úgy, hogy végül is ez nem az amerikaiak hibája, meg senki hibája, hanem valaki csak egyszerűen túl hamar nyomta meg a gombot. Ettől függetlenül megtörtént, ami megtörtént. És a Reuters hírügynökségnek egy meg nem nevezett ukrán tisztviselő elismerte, a hadsereg elkezdte bevetni Oroszország területei elleni támadások során az amerikai fegyvereket, ám eddig betartották Joe Biden elnök kérését. Az utóbbi időben azonban partnerei sorra engedélyezték Ukrajnának, tehát a partnereiről van szó, azokról, akik támogatják Ukrajnát az oroszok elleni háborúban, hogy fegyvereikkel erőteljesebb támadásokat mérjen az orosz csapatokra, beleértve az orosz területen állomásozó katonai célpontok elleni műveleteket is. Noha minden egyes ilyen lépéssel egyel közelebb kerülünk a harmadik világháborúhoz, ennek ellenére ők engedik ezt. Hogy mi az értelme ennek, azt nem tudom. Nem lenne egyszerűbb csak azt mondani, hogy mi az, amit szeretnétek? Mi az, amit az oroszok akarnak? Biztos akarnak valamit, van valami céljuk. Nem tudom, hogy az, de hogy bekebelezzék Ukrajnát, vagy mit tudom én, mire gondolnak most. De én arra törekednék, ha ott lennék, hogy megegyezzek velük, aztán menjen tovább békében minden. De nem ez a világ vezetőinek a célja, ez azt hiszem, hogy egyértelmű, ezt látnia kell mindenkinek. Ha ez lenne a céljuk, akkor megegyeztek volna már réges-régen. Most láttam, megdöbbenve tapasztaltam, hogy 800-valahanyadik napja ez az orosz-ukrán konfliktusnak. Nem is vettem észre, hogy ennyire eltelt az idő, de ez már ezek szerint a harmadik évnek is a vége. A háború párti nyugati politikusokat mindez korán sem aggasztja. Legutóbb Emmanuel Macron,
francia elnök jelentette be, Párizs Mirage 2005 típusú vadászrepülőket szállít Ukrajnának, és jelezte, hogy további 4500 ukrán katona kiképzését tervezik. Furcsa számomra, hogy ennyire szeretnék ezt a háborút, olyan értelemben furcsa, hogy nincsen semmilyen logikus magyarázat rá, legalábbis szerintem én nem találkoztam ezzel, hogy van egyáltalán bármi értelme annak, hogy legyen ez a háború. Ez pusztán csak azt a célt szolgálja, hogy az embereket egyrészt rettegésben tartsák, másrészt, ahogy mondtam, próbálgassák a fegyvereket, elhasználják azokat a fegyvereket, amikre már nincs szükségük, teszteljék az újakat, és hogy elvezete ez minket a harmadik világháborúhoz, én úgy gondolom, hogy a 2030-as esztendő az vízválasztó nem csak az ENSZ programja miatt és célkitűzései miatt, hanem számos egyéb program és elképzelés abban az évben csúcsosodik ki, oda konvergálnak ezek a vonalak. Most 2024 van, 6 év, kérdés, hogy mi az, amit kitűztek célul 2030-ra. Ha az új világrendet, akkor lassan el kell, hogy kezdődjön ez a háború, mert 6 év azért nem olyan sok. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!